Sportolási lehetőség kicsiknek, nagyoknak, folytatódnak az útfelújítások Karcagon, ballagás a Szent Annaiban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 18-án 18 óra 5 perckor. Balogh Gyula abátszalóki polgármesterrel a településükön történő sportpálya, műfüves focipálya és a helyi játszótér beruházásról, valamint azoknak kihasználási lehetőségeiről beszélgettünk. Üdvözlöm Balogh Gyulát, abátszalóki polgármesterét. Itt vagyunk a Szabadstrandtól nem olyan messze, és nemrégiben került sor egy újabb beruházás fejlesztés átadására. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, az előző évben adtuk át a Zöldváros program keretén belül több sétány megújult, fákat ültettünk, sétányokat, parkokat alakítottunk ki, és játszóteret is építettünk, és itt vagyunk most ennél a játszótérnél, ami nagyon hasznos, hiszen a helyi gyermekek igényeit is ki tudja elégíteni, de mivel közel van a strandhoz, és itt van az üzletsornál a sportpálya mellett, ezért a kedves vendégek is tudják ezt használni. Nagyon büszkék vagyunk erre a pontra is, hiszen körülbelül 70 éve újult meg utoljára az abátszalóki sportpálya, amely a város központjában van. Nagyon fontos az egészséges életmódra nevelés, és többször fölvetődött, hogy meg kellene újítani ezt a teret is. Így ebben az évben sor került ennek is a teljes megújítására. A sportpályának új kerítésrendszert, új korlátrendszert alakítottunk ki. A sportegyesületnek a szervezésében a TAO pénzek, a társasági, befolyt társasági adók támogatásokból és az önkormányzatnak a kiegészítéséből újítottuk meg, de teljesen a kerítésrendszert, illetve adományozók, szponzorok segítségével, támogatók segítségével pedig az egész pályarendszer megújult, tehát a füvezet, a talajszerkezet is olyan állapotba került, amely most már egy magas színvonalú oktató-nevelő munkát tud biztosítani a gyerekeink számára. 9 korcsoportban működik egyébként a sport abátszalókon a futball szakosztály, 7 korcsoportban a gyerekek nevelődnek, illetve van női csoport is most már, és hát a felnőtt csapat pedig szintén részt vesz a bajnokságban egészen jó eredménnyel. A területfejlesztési operatív programnak köszönhetően pedig az előző évben a sport öltöző újult meg, tehát az volt az első lépcső, úgyhogy megfelelő színvonalon tudjuk most már a sportolóinkat is kiszolgálni. Emellé még a tavalyi évben, augusztusban, szintén ugyanebben a komplexumban a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásából és az önkormányzat önerejéből megépült egy műfüves sportpálya. Ez is nagyon régi vágya volt már a településnek, így rossz időben is tudjuk tartani az edzéseket, illetve nagyon jó szolgálatot tesz az általános iskolás tanulóknak is, hiszen az általános iskola itt van közvetlenül a sportpálya mellett, úgyhogy a szabad területen végzett sportolás lehetőség így adva van, és egy magasabb színvonalon tud lezajlani. További fejlesztést is tervezünk. A következő évi támogatásokból lelátórendszereket szeretnénk megújítani, illetve öntözőrendszert kialakítani, és eredményjelzőt is, hogy a helybe kijáró, meccsre járó, meccset szerető emberek el tudjanak hozzánk látogatni, és élvezzék a meccs hangulatát. Folytatódnak nyáron is az útfelújítási munkálatok városunkban. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, dr. Pintér Zoltán, pedagógus, gimnáziumi tanár és a Karcag Városi 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője vagyok. Én az képviselői teendőimet 2020 ősze
óta töltöm be, ugye az őszi és a tavaszi időszak pedig jellemzően a aktuális munkák elvégzéséről, tehát a tavaszi-őszi munkálatok elvégzéséről szól, most viszont beköszöntött egy viszonylag hűvös tavasz után egy hirtelen jött forró nyár, ugye ez a forró nyár pedig kiválóan alkalmas arra, hogy a télvíz idején tönkrement önkormányzati fenntartású és megyei fenntartásban lévő utakat bekátyúzzuk, ugye a hibákat kijavítsuk. Pillanatnyilag a Kazinci utca és a Püspökladányi út sarkán állunk, néhány perccel ezelőtt vonultak le innen a Karcagi Városgondnokság munkatársai, akik az önkormányzati fenntartásban lévő utakat kátyúzzák városszerte, de egyébként szerintem pontosan tudják a városi lakosok, hogy mind a 8 választókerületben, akár a megyei közútkezelő fenntartásában lévő közutakat, akár az önkormányzati utakat folyamatosan javítják, próbálják ugye a hibákat helyreállítani. Emellett azonban szerintem fontos megemlíteni, hogy a nyár folyamán és az ősszel folytatódni fog a városban, a város belterületén a járdafelújítási program. A költségvetésben be van tervezve, minden választókerületben járdásítás és a járdáknak a helyreállítása zajlik, és már jelen pillanatban is zajlik a bicikli út hálózat bővítése. Mindössze egy utcányira tőlünk a Széchenyi sugárúton már épül is egyébként az új bicikli útnak az alapja, de egyébként a nyár folyamán a város különböző pontjain újabb szakaszok fognak megvalósulni, és gyakorlatilag ősszel, decemberig mindez bekötésre kerül az eddig megépült és évtizedek óta működő karcagvárosi bicikli út hálózatba. Mivel nagyon sok embernek ugye mindennapi problémákat okoz és turva levő, hogy a régebben épült bicikli utak állapota az nem mindig megfelelő, ezért talán örömteli kimondani azt is, hogy ezeknek pedig a felújítása is napirenden van, tehát párhuzamosan az újak építésével a régiek felújítása is várható. Rendhagyó vallagási ünnepséget tartott a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium. Rendhagyó vallagási ünnepséget tartott csütörtökön a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium. Az épületekbe a szülők nem léphettek be, csak az udvaron adhatták át virágaikat a gyermekeiknek. Az udvaron rendezett ballagási ünnepségen Palkó Fanni 11. D. osztályos tanuló búcsúzott a végzős évfolyamoktól, a ballagók nevében pedig Kőkény Róbert 12. D. osztályos tanuló, majd a végzős osztályok képviselői emlékszalagot kötöttek az iskola zászlajára. Tisztelt tanáraink, szüleink és kedves ballagó diáktársaink! 4 évvel ezelőtt együtt léptük át az iskola kapuját, akkor még idegenekként. Idegenek voltunk egymásnak, és a környezet is hozzánk. Emlékszem, az első napokban még teljesen megszeppenve ültünk az iskolapadban, és a füzeteink elejébe írtuk fel a tanáraink nevét, hogy azokat el ne felejtsük. De egymás már lálasan jelölgettük Facebookon. Alig kellett néhány hét, és idegenekből barátokká lettünk. Már a padban sem ültünk olyan csendben. Most itt állunk, és számvetést tartunk. Mi minden történt velünk a 4 év alatt. Bizonyára mindannyian emlékszünk az első élményekre, a gólyavatónkra, az osztálykirándulásokra, és azokra a programokra, ahol osztályból közösséggé lettünk. Gyorsan eltelt ez a néhány év. Elérkezett az a nap, melyet már mindannyian annyira vártunk, a ballagások napja. Hosszú út van mögöttünk, amely nem mindig volt olyan sima, mint olyan mi azt elképzeltük. Tele volt az út elágazásokkal, mélypontokkal és magaslatokkal. Ma véget ért a közösen megtett út. El kell, hogy búcsúzzunk egymástól. Más-más irányba haladunk tovább, de rengeteg dolog van, amit magunkkal viszünk. Gondoljunk csak azokra a tanácsokra, amelyekkel tanárunk láttak el minket, a sok-sok emlékre, és azokra a kötelékekre, barátságokra, melyeket egy életre kötöttünk. Kívánok nektek rengeteg erőt és kitartást az akadályok leküzdéséhez, sok sikert céljaitok eléréséhez. Kedves alsóbb éves diáktársaim! Kívánok nektek eredményes éveket! Gyűjtsetek minél több élményt és emlékeket, mert nem is gondolnátok, milyen hamar elmegy ez a néhány év. Próbáljátok lehető legtöbb tudást magatokra szerezni. Végezetül szeretném tolmácsolni az évfolyamom nevében hálánkat és köszönetünket szüleinknek, akik 4 éven át segítettek minket. Gondolataimat Adi szavaival szeretném zárni. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág, és mint a fecske alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák.
majd ezt követően az erekélyeket átadták a 11. évfolyam képviselőinek. A ballagó diákokat Gánóczi Ferenc, a 12. D osztályfőnöke az alábbi gondolatokkal búcsúztatta. Tisztelt főgondnok úr, tisztelt iskolavezetés, kollégák, kedves szülők és ballagó diákok! Hadd kezdjem a beszédemet az idei év egyik tanulságával. A járványhelyzetben nem tudtuk megtartani a szalagavatót a hagyományos formában. És én azt gondoltam, hogy a diákok csak azt fogják ebben sajnálni, hogy nem látja őket a nagymama szép ruhában táncolni. De kellemeset csalódtam, mert az osztályom tagjai elkezdték rajtam követelni a szalagokat. Ők viselni szeretnék, mégpedig mi hamarabb. Ez a szalag lehetne egy üres jelkép is, egy erőltetett hagyomány nem kívánatos terhe, de most bebizonyosodott, amit amúgy eddig is sejtettem, hogy nektek, kedves búcsúzó diákok, nem az. Ti nem véletlenül vagytok szentannaisok, hanem azok is akartok lenni. Az emberi elmét valahogy úgy alkotta meg a Jóisten, hogy nehezen enged el bármit is. Minden elválás gyász folyamatot indít el, a megszokás vaskos szálakkal köt minket hozzá még a kevésbé kellemes dolgokhoz is. Sokan rabságuk helyszínét is nehezen hagyják el szabadulásukkor, de arról is szólnak visszaemlékezések, hogy a lövészárokba vágynak vissza a veteránok. Hiszem, hogy nektek azért sokkal nehezebb elhagynotok ezt az iskolát, mint a fogolynak a börtönét. Lehet, hogy sokszor a bezártságot, a szorongást, a kudarctól való félelmet jelentette ez az intézmény, de ha belegondoltok, itt mindenki csak adni akart nektek, és nem elvenni tőletek. Adni akart tudást, szemléletmódot, odafigyelést, és nem csak a tanár, hanem a saját diáktársatok is. Ugyanúgy működött ez, mint egy családban. Sok mindent kaptatok, és sokat adtatok is. Ez az adok-veszek nem mindig működött zöggenőmentesen, de az biztos, hogy megváltoztatott titeket ez az iskola, és ti is nyomot hagytatok rajta. Vagyis személyiségetek részévé vált, ti már örökké és visszavonhatatlanul szentannaisok vagytok. Ebben az intézményben észrevétlenül felnőtté váltatok. Kezdetben óvatosan ismerkedtetek, most magabiztosan kommunikáltok. Kezdetben kóvályogtatok az óriási parkban, most céltudatosan mozogtok. Kezdetben nem tudtátok, hogy mit tudtok, most viszont tudjátok, hogy mit nem tudtok. Kezdetben szerettetek volna lenni valamik, ha nagyok lesztek, most meg nagyok vagytok, és lenni akartok valakik. Kezdetben azt hittétek, hogy ez nagyon hosszú lesz, most tapasztaljátok, hogy elillant. Kezdetben a családtól és az iskolától is biztonságérzetet kaptatok, most kezditek érezni, hogy az iskola után lassan a szülők is elengednek titeket. Mivel nálunk lettetek felnőttek, adnunk kellett nektek olyan útravalót, ami az autonóm felnőtt élethez szükséges. Ilyen a tudásnak és a munkának a szeretete, a fejlődés és az önfejlesztés képessége, a másik ember megbecsülése, és szerintem ilyen a hazaszeretet is. Tudom, hogy mindez benne van a tarisznyátokban, kívánom, hogy évtizedek múlva is tanuljatok belőle, tudjatok belőle erőt és táplálékot meríteni, és hogy a lelketek Szent Anna is részére mindig büszkén tekintsetek. Majd Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész az iskola fennállásának 100. évfordulójára készített harangja szólalt meg a jeles napon, köszöntve a távozó végzősöket és a messziről érkezett vendégeket. Több évtizede szép hagyomány, hogy az iskola gépes felvonulással búcsúzik a várostól. A jelen helyzet sajnos ezt nem tette lehetővé, így jelképesen a ballagási ünnepségen felsorakozott munkagépek kürtjét szólaltatták meg a végzősök, ezzel köszöntek el a várostól és az Alma Mátertől, majd a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóknak Gyökeres Sándor igazgató adott át jutalmakat. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium Oktatói Testületének határozata alapján Kökény Róbert 12. D-osztályos tanulónak az iskola díszkulcsát adományozta. Könyvjutalmat kapott a 12. A osztályból Bakó Tünde, Fehér Sándor, Kis Tiborc. A 12. B osztályból Fekete Nóra, Nagy Pál, Nagy Sándor, Ragályi Mihály, Dícsei Attila, Molnár Lajos Attila, Túri Márton. A 12. C osztályból Majzik Anna Dorottya, Kolozsvári Georgina. A 12. D-ből Agócs Laura Bianka, Kökény Róbert, Nagy Lajos. A 13. A osztályból Jónás Dóra, Molnár János Máté. A 13. B-ből Fazekas István Balázs, Galambos József és Pádár Lajos.
A ballagási ünnepség a végzős diákok elvonulásával ért véget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!